Köszöntöm nézőinket, önök a Tornatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések, Szekszárdon légimentőbázis is épül és bővítik az ipari parkot. Új parkolók a kórházban, 80 kocsinak elegendő területet alakítottak ki az intézményben. Szépül a városháza, felújítási munkálatokat végeznek a bátaszéki polgármesteri hivatalon. Árván maradt testvérek kérnek segítséget, kidőlhet a házfala, amiben a gyerekek laknak. Folytatódnak a fejlesztések Szekszárdon, összesen 7 milliárd forint értékű beruházás valósul meg a Tolnai megyeszékhelyen. Az önkormányzat bővíti az ipari parkot, és egy légimentőbázist is kialakítanak a város határában. Továbbá a Baka István általános iskola korszerűsítése is hamarosan kezdetét veszi, jelentette be Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A városvezető kiemelte, a tudásközpont és a szálloda felépítéséről sem mondtak le, utóbbi helyszínén azonban az ilyen Szekszárd frakció egészen más szeretne megvalósítani. Így néz majd ki a szekszárdi ipari park új csarnoka, ha megépül. Mintegy 2400 négyzetméter iparilag hasznosítható területet alakítanak ki Szekszárd határában több mint 2 milliárd forintból. Erre többek között az atomerőmű bővítés miatt lesz szükség, mivel ott lassan kifogynak az erre használható területekből, így a vállalkozások Szekszárdra érkezhetnek, ha lesz hova. Összesen 7 milliárdnyi fejlesztés indulhat el hamarosan. Ugye múlt héten számoltunk 5 milliárdnyi útépítésről, körforgalmakról, infrastruktúráról. Most éppen ehhez még 2 milliárd forint az ipari parkba hozzáadódik, új csarnok építése, régi csarnok felújítása, illetve különböző közművek áthelyezése, infrastruktúra fejlesztés, például közvilágítás, járdaépítés, ilyesmik. Ács Rezső kiemelte, itt egy légimentőbázis is helyet kap majd, így a közműveket is úgy alakítják ki, hogy ne veszélyeztesse a helikopterek le- és felszállását. Hozzátette, a városvezetés a járványhelyzet ideje alatt nem csak a védekezéssel foglalkozott, hanem a fejlesztéseken is dolgozott. Így például a Baka István általános iskola 700 millió forintos korszerűsítése is hamarosan kezdetét veszi. Lassan kiválasztják a kivitelezőt, jelentette be a polgármester. A következő lépés a DNS Valéria általános iskola felújítása lesz. Ezentúl a tudásközpont, sportcsarnok és a szálloda felépítéséről sem mondtak le. Utóbbi helyszínén a szekszárdi főiskola E épületében azonban az ilyen szekszárd frakció egészen más szeretne megvalósítani. Készült egy tanulmány, amely egy 80 szobás négycsillagos szállodára tett javaslatot, ez pedig a turisztikai ügynökség fogadta el. Tehát most ebben a stádiumban vagyunk. Ehhez képest az egyfős többség úgy gondolja, hogy az E épület azt idősek szállásává kéne átalakítani, úgyhogy itt valóban van egy koncepcionális különbség. Egyet tudni kell, hogy a Modern Városok Program két oldalú szerződés, bármelyik pontján szeretnénk módosítani, ahhoz mind a két félnek az egyöntetű hozzájárulása kell. Ács Rezső kiemelte, a Modern Városok Program a város jövője szempontjából fontos fejlesztéseket tartalmazza, és szerinte az ilyen szekszárd frakció koncepciója nem tartozik ezek közé. Ács Rezső kiemelte, reméli, hogy meg tudnak majd erről később egyezni, és nem veszik el az erre kapott források koncepció különbség miatt. A városvezető beszélt a strand felújításáról is. Elmondta, a karbantartási munkák ütemterv szerint haladnak. A egyfős többségben lévő frakció azt mondta, hogy 120 millió forintból kell megcsinálni a fürdőt ahhoz, hogy lehessen idén strandolni. Hát ehhez képest 5,5 millió forintból csinálják meg a felújítást. Június 20-án várhatóan megszűnik a veszélyhelyzet, és a tervek szerint a közgyűlés még ebben a hónapban összeül, ahol dönthetnek olyan ügyekről is, mint a szekszárdi szüreti napok megszervezése. 80 férőhelyes parkolót alakítottak ki a szekszárdi Balassa János kórház területén. A létesítményt az odaérkező betegek és a látogatóik mellett a kórház dolgozói is használhatják. A fejlesztéshez szükséges pénzt saját költségvetésből teremtette elő a kórház, részben a parkolásért beszedett díjból. Szalagátvágás előzte meg az új kórházi parkolók átadását. A 80 férőhelyes területet a C és az F épületek között az egykori kórház strand helyén alakították ki. A kórház területén eddig nagyjából 240 autó tudott megállni, egyre többen érkeznek viszont kocsival az ellátásokra. Ez indokolta a fejlesztést, amit az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozott, részben a parkolásért beszedett díjból. A lehető legjobb helyen van ez a parkoló, lényegében a kórháznak a közepén, tehát innen bármelyik épületünk könnyen megközelíthető, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy
kórházi közlekedésben egy lényeges javítást tudtunk most tenni. A két sávos bevezető úttal és kereszttáblákkal is ellátott parkoló építési munkálatai 3 hónapig tartottak. Itt egy komoly 1300 köbméteres földmunka előzte meg ezt a történetet, hogy végre kialakulhasson ez a 80 férőhelyes parkoló. Ez a férőhely 1000 négyzetméter, maga a hozzávezető út is 1100 négyzetméter aszfaltburkolattal készült. A kórházi parkolót hamarosan már az ideérkező betegek és a látogatóik is használhatják. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis pénteken jelentette be, hogy hétfőtől feloldják a kórházakra vonatkozó korlátozásokat. Felújítási munkálatokat végeznek a bátaszéki polgármesteri hivatal homlokzatán. A 2020-as költségvetés összeállításakor a bátaszéki önkormányzat úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok megóvása érdekében renoválják a kijelölt épületeket. Felállványozott fal látványa fogadja a bátaszéki polgármesteri hivatal udvarába érkezőket. A munkát 2 hete kezdték el, a külső és belső homlokzatot, valamint az épület falainak burkolatát is felújítják. Előre láthatólag 2 héten belül végeznek a szakemberek. A polgármesteri hivatal 2007-ben volt utoljára renoválva. Az elmúlt 13 év egy kicsit megviselte már az épület homlokzatát, és úgy ítéltük meg, hogy ez feltétlen szükséges az állag megóvás érdekében. A munkálatok jelen pillanatban már zajlanak is, terveink szerint egy 2 héten belül be tud fejeződni a külső homlokzat felújítása. Minden év elején a költségvetés összeállításakor elkülönítenek egy nagyobb összeget a hivatali épületek karbantartására. Idén az önkormányzat épületén kívül még 2 hivatali fenntartású ingatlan renoválását tervezik. Az előkészületek már zajlanak, és az alapanyagokat is megvásárolták. Emellett természetesen más önkormányzati tulajdonú épületek felújítása is meg fog történni ebben az esztendőben, hiszen a döntésünk értelmében a Budai utcában a gondozási központ épületi tetőszerkezetét, valamint a gyermekorvosi épület tetőszerkezetének felújítását is el fogjuk végezni. Úgy tervezik, hogy ezeket a munkálatokat szeptember végéig be is fejezik. A veszélyhelyzet időszakában ugyan át kellett gondolni a költségvetést, de ezek a feladatok továbbra is prioritást élveztek. A polgármester szerint fontos, hogy a hivatal elsőre jó benyomást keltsen az emberekben. Szavazni lehet Bonyhádon arról, milyen jellegű piaca legyen a jövőben a városnak. Bonyhádon évtizedek óta egyfajta vásár működött, ám a koronavírus járvány után csak élelmiszereket lehetett árulni a piac téren. A vásárokat szabályzó rendelet felújításra szorul, ezért kéri ki az önkormányzata lakosok véleményét. Bonyhádon olyan piac működött a vírus veszélyt megelőzően, mely inkább vásári jelleget öltött. A járványveszély idején a város polgármestere Filóni Ferencivója bezárta a piacteret, majd az enyhülés idején az élelmiszer kistermelők már árulhatták portékáikat. A piac rendjét szabályzó önkormányzati rendelet felújításra szorul, és ezelőtt a város vezetése úgy döntött, kikéri a lakók véleményét, visszatérjen-e a régi rend, vagy kedvesebb-e a jelenlegi változat. A bolha piac annak az embernek jó, aki valamit ott keres. De viszont nekünk, egyszerű háziasszonyoknak a zöldségpiac mindig előnyösebb. Vegyesen. Hát szerintem ez jó. Most jó így. Hát, hogyha betegek leszünk, akkor lehet variálni megint, nem? A városvezetés úgy döntött, kérdőívek segítségével tudakolja meg a többségi véleményt arról, legyen-e újra bolhapiac együtt a zöldségekkel. Csak az élelmiszereket lehessen kapni a jövőben is a piacon, vagy más-más napokon árusítsák a különböző termékeket. Nem látom semmi akadályát annak, hogy ezeknek a véleményeknek a figyelembevételével 25-én a testület egy jó döntést hozzon. A véleményeket a jövő heti piacnapokon, illetőleg a polgármesteri hivatalban elhelyezett urnákba várják a bonyhádi városvezetők. Hatalmas bajba került 5 árván maradt pálfai testvér, a gyerekek édesapja áprilisban hunyt el, az édesanyjuk pedig már évekkel ezelőtt. Mivel 4 közülük még nem érték el a 18. évüket, dolgozni nem tudnak rendszeresen. Ráadásul most a házuk alatt csőtörés volt, ami miatt az épület egyik oldalfala teljesen felvizesedett és félő, hogy kidől. Az őket segítő férfi azt mondja, a gyerekek legnagyobb vágya, hogy egy szakember kijavítsa a megrongálódott házfalat. Össze akarjuk szerezni,
szerelni, meg akarunk majd egy így ilyen új fehéret. Lego helyett a fürdőszobájuk felújításáról álmodik a pálfai Buzás Ricsi. A 9 éves kisfiú 4 testvérével együtt áprilisban vesztette el az édesapjukat, az anyjuk már évekkel ezelőtt elhunyt. Az 5 testvér közül 4-en 18 év alattiak. Ricsi a legfiatalabb, most a gyász mellett mégis olyan dolgokkal kell foglalkoznia, amivel csak a felnőttek szoktak. Hiányzik nagyon apukám, meg így az egész család, így nagyon szomorú, hogy ő elment, és akkor remélem, hogy jobban fog menni minden, és reménykedünk benne, hogy tovább így lesz, ahogy elterveztük az életet. A legidősebb 18 éves fiútestvér napközben dolgozik, hogy el tudja a húgait és az öccseit tartani, és ugyanígy tesz a 16 éves Zoli is, aki mivel most nincs iskola, el tud járni a földekre a kenyérre valót megkeresni. Én is járok napszámba ide-oda, most nem kellett menni iskolába, ez a vírus miatt én is járok napszámba, akkor a sógorom is megy napszámba, és akkor így vettük állatokat is, így próbálunk létezni. Az 5 testvérért a falubeliek összefogtak, a családsegítő szolgálat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is segíti a gyerekeket. Ruhákat, tartós élelmiszert és pénzt is gyűjtöttek nekik. Utóbbiakból viszont lassan kifogynak. A legfőbb segítőjük azt mondja, ráadásul a házuk alatt csőtörés is volt, amit ugyan ideiglenesen elhárítottak, ám az épület egyik oldalfala felvizesedett és félő, hogy kidől, ezért a gyerekeknek újabb sürgős segítségre lenne szükségük. Innentől kezdve azért egy jó komplett brigád azért, ha jönne vagy segítene, anyagilag meg lehetne oldani, akkor tényleg az egy nagyon nagy előrelépés lenne. A gyerekek most abban bíznak, hogy hamarosan lezárul az édesapjuk halálakor indult hagyatéki eljárás, akkor ugyanis visszakaphatnak egy területet, ahol korábban, amikor még a szülők is éltek, állatokat tenyésztettek. 7 millió forint értékben lopott készpénzt és aranyékszereket egy 17 éves nevelőintézetben élő szekszárdi fiú a tolvaj Székesfehérváron egy házból vitte magával a több millió forintnyi értéket. Nem ez volt az egyetlen bűncselekmény, amit az elmúlt időszakban elkövetett. 3 hét alatt 3-szor hallgatták ki a rendőrök különböző ügyek miatt. A bűnlajstromán a milliós lopás mellett besurranás és mások is szerepelnek. Kollégáink a fiút őrizetbe vették, és letartóztatásának indítványozására is előterjesztést tesznek. Ez idő alatt az elmúlt 2 hétben összesen 8 rendbeli bűncselekményt állapítottak meg, 3 rendbeli lopás büntet, 3 rendbeli lopás vétség és 2 rendbeli lopás vétség kísérlet miatt kell számolnia majd a fiúnak. A srác tetézte a bajt azzal is, hogy 2 elfogása során is kábítószer gyanús anyagokat találtak nála, ezért kábítószer birtoklás vétség megalapozott gyanú miatt is eljárás indult ellene. Tolna megyei ügyészeket tüntetett ki a legfőbb ügyész és a Tolna megyei főügyészség vezetője. Az elismerések átadására az ügyészség napja részeként került sor. Az ügyészség napját 1991 óta tartják meg Magyarországon, így emlékezve 1871-re, amikor létrehozták a független bírósági intézményrendszert. Országos elismerést ezúttal Tilné Lozsányi Ildikó, a Tolna megyei főügyészség ügyésze vehetett át. A megyében rajta kívül még 3-an kaptak díjat. Himmelné dr. Ökrös Mária Magdolna megbízott Tolna megyei főügyész eredményes munkáért oklevéllel jutalmazta dr. Zelenák Melinda, a Paksi járási ügyészség ügyész, dr. Mándi Zoltán, a Bonyhádi járási ügyészség ügyész, valamint György Dávid Hajnak, a főügyészségi tisztviselő magas színvonalon lelkiismerettel végzett munkáját. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Vagyonvédelem, biztonság, betörés elleni eszközök, bűnmegelőzési akció Pécsen. 400 éve született Zrínyi Miklós, a hadvezérre emlékeztek Őrtiloson. Szakmai fejlődés vendégmesterekkel, egész júniusban tréningeznek a pécsi balettosok. Házhoz megyünk, ezzel az elnevezéssel tartanak mobil bűnmegelőzési akciókat a rendőrök már 5 éve. Legutóbb a Pécsi Városháza előtt állították fel standjukat, hogy információkat adjanak az érdeklődőknek. Szó volt a betörés elleni védekezésről, a vagyontárgyak megóvásáról, de beszéltek még a családon belüli erőszakról, a drogfogyasztásról, vagy éppen az idősekre szakosodott csalók módszereiről is.
Mobil bűnmegelőzési centrum, ezzel várták az érdeklődőket csütörtökön a Pécsi Városháza előtt. Ez az idős nő azt mondja, próbálkozott már betörő a lakásánál, azonban nem jutott be. Biztonsági zár van, olyan, hogy belülről van egy ilyen csavarrész, ahogy nem, tehát, mert egyszerűen sárga rész kilincsen van, tehát ilyen, és azt egyszer már megpróbálták leszedni. Ez régen volt, olyan 2 éve körülbelül, és azóta belül rögzítjük, tehát nem tudják lehúzni. Az országos akció keretében érkeztek a rendőrök a Pécsi Városháza elé csütörtök délelőtt. Az országos rendőrfőkapitányság 2015-ben indította útjára a Házhoz megyünk elnevezésű vagyonvédelmi programot, melynek célja, hogy igyekszünk a lakosságot vagyonvédelmi tanácsokkal, információs pontot létesítve jó tanácsokkal ellátni. Milyen eszközöket használjunk, hogy éhesszük el a betörőket, hogyan vigyázunk az értékeinkre, lakásunkra. Erről adtak tájékoztatást a szakemberek. Nagyon fontos a vagyonvédelmi eszközöknek a népszerűsítése, ezért felállítottunk egy standot, ahol ugye a kameráknak a fontosságát hangsúlyozva bemutatjuk a lakosságnak, hogy a kamera akár elijesztheti a bűncselekmény elkövetőjét, illetve a felderítés munkánkat nagy mértékben segíti. Emellett a kerékpár regisztrációval is szolgálunk az érdeklődőknek, és egyéb általános bűnmegelőzési ajánlásokat teszünk a hozzánk fordulók részére. A családon belüli erőszakról, vagy éppen a drog problémákról is szóltak a szakemberek. Az időseknek pedig az úgynevezett unokázós csalók elleni védekezésről, azok módszereiről adtak információkat. Elkészült az egykori Zrínyi Újvár kútjának rekonstrukciója a Somogy megyei Őrtilos határában. Zrínyi Miklós 1620 májusában született, a 400 éves évfordulóra a koronavírus miatt csak most tudtak emlékezni a hadvezér egykori várának helyén. A kút avatáson részt vett Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Ma már csak emléktábla és a rekonstruált kút jelzi az egykori várhelyét Őrtilos külterületén. Itt állt 1661 és 64 között Zrínyi Miklós vára, amely nem csak az országot védte a töröktől, hanem Zrínyi muraközi földbirtokait is. A törökök által lerombolt Zrínyi újvár pontos helyéről sokáig vitatkoztak a történészek, mondta Vándor László régész. Itt mellettünk hosszában ez már a várnak a sánca. Ahol ott állunk, ez most a várudvar. Várudvar annak idején körbe volt véve katonai baraképületekkel, ahol a őrség tartózkodott, illetve a várkapitány és lőszerraktár, stb. Most ennek az egész őrségnek, ugye, ami folyamatosan itt volt, ennek az ellátásához alapvetően hozzátartozott maga a kút. A vár pontos helyét az 1980-as években határozták meg, a tényleges feltárás viszont csak 2006-ban kezdődhetett meg. A Zrínyi Újvár kútjának feltárása 2017-ben indult. Mint arról a napokban híradunkban beszámoltunk, az innét előkerült leleteket a Kaposvári Ripronai Múzeumban dolgozzák fel a szakemberek. Zrínyi Miklós egyetlen magyarországi vára, a Magyar Királyság és a Török Birodalom határán töltött be fontos szerepet. Egy igazi példakép a magyar katonák számára, és talán, ha katonailag nézzük, akkor a különleges műveleteknek az ősét látjuk benne, azoknak a különleges erőknek, amelyek ma egyre inkább felértékelődnek a terrorveszélyes helyzetben. Ő egészen meglepetésszerű hadműveleteket tudott, például ennek a várnak a megépítése is, illetve ennek az ostromának a megélése, az Eszéki híd felgyújtása, az, hogy elvágta azokat az útvonalakat, ahonnan utánpótlást kaphatott volna a török sereg, ezért nem tudtak eljutni Pécsig. Mindez Zrínyihez kapcsolható. A kormányzat haderőfejlesztési programja is Zrínyi Miklós nevét viseli. Ezzel is méltóképpen szeretnénk tisztelegni. Egyébként ez a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű program a magyar honvédség életében. Megvan a politikai akarat ennek a végrehajtására, megvan a katonákban a késztetés, és természetesen megvan hozzá az anyagi fedezet is. Itt jelenteném is, hogy ebben az évben 160 milliárd forinttal többől gazdálkodik a magyar honvédség, mint az elmúlt időszakban. A kútavatáson a jelenlévők koszorúkkal és virágokkal emlékeztek az egykori Zrínyi Újvár védőire.
Emberölés és közveszély okozás előkészületével vádolják azt a férfit, aki még 2018-ban megpróbálta felgyújtani szeretője házát. A vádlott egy házaspár ingatlanában végzett munkálatokat, amikor a feleséggel intim viszonya alakult ki. Szilveszterkor a férfi arra kérte a nőt, hogy hagyja el férjét, azonban elutasító választ kapott. Ekkor benzinnel körbelocsolta a házat és megpróbálta azt felgyújtani. Tettéért több évnyi szabadságvesztésre is ítélhetik. Majdnem felgyújtotta szeretőjének házát az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. Az elkövető egy Pécs környéki településen élt, és 2018 elején költözött egy falubeli házaspárhoz, ahol az elvégzett munkáért cserébe ételt és ruhát kapott. A vádirat szerint a férfi és az asszony között érzelmi, majd szexuális kapcsolat alakult ki, amit a férj is megtudott, így ez gyakori veszekedéshez, néha tetlegességig fajuló konfliktusokhoz vezetett. Szilveszterkor a konyhában a férjet sértegette, a nőt pedig arra kérte, hogy hagyja el a férjét, menjen vele és éljenek együtt, ám elutasító választ kapott. Ekkor közölte, hogy rátok gyújtom a házat, majd ennek mint egy megfelelően magához vett egy benzines kannát, annak tartalmát a házban szétlocsolta, többek között a nőnek a ruhájára is került ekkor az üzemanyagból, és ezt követően megpróbált egy öngyújtóval felgyújtani, lángra lobbantani az üzemanyagot. Ez azonban nem sikerült, az öngyújtó nem működött, így az üzemanyag nem robbant be. Abban az esetben, hogy ez sikerült volna a férfinak, akkor a sértetteknek a háza leégett volna, a tűz az átterjedt volna nagy valószínűséggel a környező épületekre is. A házaspár pedig akár halálos sérüléseket is szenvedhetett volna. A férfi az eljárás kezdete óta letartóztatásban van, cselekményét beismerte. A vádat egyébként büntetett előilletű, korábban lopásokat és vagyonelleni bűncselekményeket követett el. Most emberölés és közveszélyokozás előkészülete miatt több éves szabadságvesztésre számíthat. Színes mesterkurzus hónappal tér vissza a munkába a Pécsi Balett. 4 héten át 7 mesterrel dolgozik a társulat. Mivel a táncművészek számára mindig is fontos volt a szakmai fejlődés és a továbbképzés lehetősége, ezért ettől a héttől kezdődően naponta 2 vendégmester instruálja a Zsolnai Kulturális Negyed rezidens balett együttesét. Egy táncosnak minden nap kell tréningeznie, karban kell tartani a testét, mondja a Földi Béla vendégtanár. A neves koreográfus is részt vesz a mesterkurzuson, mint oktató kortárs táncórákat tart 1 hétig a Pécsi Balett társulatának. Nekünk az, hogy minden nap tréningezünk, az nagyon fontos. Ebben a periódusban is arról van szó, hogy azokat a próbákat most még talán nem lehet megtartani, ahol a táncosok összekapaszkodnak, legyen padötruán, de tréningeket, ahol van egy kis távolság, azt nyugodtan lehet már a próbateremben végezni. És én, mint ilyen visszajáró lélek vagyok most, Urik Dori meghívott ismét az együtteshez, és 1 hétig tréninget tartok az együttesnek. Minden nyári szünet nagyon hosszú a társulat számára, mondja Lovas Pál táncpedagógus. Az viszont nagy szerencse, hogy van lehetőség mesterkurzusokra benevezni. Ennek köszönhető az idei lehetőségük is. Nem csak a testüket, hanem a gondolkodásukat is igénybe veszi az ilyenfajta tanulás, hangsúlyozza a táncművész táncpedagógus. Azt szokták mondani, hogyha kihagy X időt, észreveszi a balettmester, kihagy X időt, észreveszed te magad, kihagy X időt, akkor már a néző is észreveszi, na akkor már vége van a dolognak, szóval nem szabad odáig eljutni. És ez a mindennapos megújulás, felkészülés arra, hogy készenlétbe álljak arra, hogyha elkezdek tanulni egy koreográfiát, akkor azt magas szinten meg tudjam valósítani. Ne a technikai és a fizikai gátak szabják meg a koreográfia minőségét. A társulat várja a következő évadot, ami reményeik szerint az Elmaradt piroska és a Farkas című mese balett bemutatójával indul szeptemberben. Szeretnék megvalósítani a pécsi tánctalálkozót is, és decemberre is vannak terveik. Végül mutatjuk újra röviden legfontosabb Tolna megyei híreinket. Fejlesztések, Szekszárdon légimentőbázis is épül és bővítik az ipari parkot. Új parkolók a kórházban, 80 kocsinak elegendő területet alakítottak ki az intézményben. Szépül a városháza, felújítási munkálatokat végeznek a bátaszéki polgármesteri hivatalon. Árván maradt testvérek kérnek segítséget, kidőlhet a házfala, amiben a gyerekek laknak.
Szombaton napos időre készülhetünk, meleg nyári nap várható, csapadék a térségben nem valószínű. Vasárnap egy hideg front éri el térségünket, hatására felhősebb idő várható, kevés időszakos napsütéssel, sokfelé kialakuló helyi záporokkal. Hétfőn felhős, borongós idő várható záporokkal. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!